Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Magát az előterjesztést természetesen támogatjuk, viszont most is el kell mondani azt, hogy tovább folytatódik az a maszatolás, ami 2010 tavaszán elkezdődött. A kilakoltatási moratóriumnak a meghosszabbítása, még akkor is, hogyha nincsen határidőhöz kötve, nem old meg semmit ég egy adta a világon, semmi köze a devizahitelkrízis felszámolásához. Mondhatnám azt is, hogy ahogyan önök szokták revolverezni az elődeiket, hogy tessék szint vallani, a Fidesz-KDNP végre az emberek oldalára áll-e a bankok oldala helyett? Tessék szint vallani! Itt voltak a javaslataink az elmúlt hónapokban, hogy milyen lépéseket kellene sürgősen megtenni annak érdekében, hogy a parlament igazságot tudjon szolgáltatni a devizahitelkárosult embereknek, milyen megoldások kellenének sürgősen ahhoz, hogy végre azt az igazságtalanságot, amit az egész devizahitel válság előidézett, ezt végre fel lehessen számolni. Előjáróban azért arra is szeretnék utalni, ami nem kifejezetten törvényhozási teendő lett volna. A magyar kormánynak már korábban banki magatartási kódex helyett a Bajnai kormánynak, illetve a Fidesz kormánynak a maga kétharmados többségével a háta mögött lett volna lehetősége arra, hogy a megelőző években, úgy ahogyan ezt egyébként a horvátok vagy a lengyelek megtették, kivezesse ezt a hibás terméket a magyar bankszektorból. Nem tették meg. Lett volna arra lehetőség, hogy tárgyaljanak a svájci központi bankkal, az európai központi bankkal egy olyan swap ügyletről, amelyik biztosította volna a forrás oldalt a magyar kereskedelmi bankok számára, ezt sem tették meg. Lett volna az elmúlt években lehetőség arra, hogy ezt a hibás terméket kivezessék, nem tette meg, nem tették meg sem az álbaloldali kormányok, és nem tette meg a Fidesz kormány sem. Az LMP az elmúlt hónapokban a következő javaslatokat tette, hogy legyen egy olyan világos törvényi mondás, amelyik Magyarországon is kötelezővé teszi azt a bírói gyakorlatot, amelyik már az Európai Unióban egyébként irányadó, hogy amennyiben valaki egy banki ügylet kapcsán, egy fogyasztói hitelszerződés kapcsán bírósághoz fordul, érvénytelenség címén, legyen kötelessége a bíróságnak a szerződés egészét vizsgálni. Javasoltuk továbbá azt is, hogy a deviza hitelszerződések esetén a bankok ne menekülhessenek el különböző faktorcégek mögé, legyen törvényi tilalom arra, hogy ezeket a követeléseket átruházhassák a bankok különböző félbűnözői hátterű cégeknek. Nem járja az, hogyha egyszer a bankok tömegével kötöttek ilyen pofátlan szerződéseket, nem járja az, hogyha a bankok a devizahitel szerződések kapcsán fölnyalták az extra profitot az elmúlt 10 évben, akkor most nem mernek az emberek szemébe nézni, hanem mindenféle verőembereket, meg félbűnözői hátterű cégeket alkalmaznak a követelés behajtása. Mi azt javasoltuk, hogy tessék megtiltani az ilyen tartozásoknak a faktorálását, a bankok maguk gondoskodjanak ahhoz, hogyha érvényesíteni akarják a követeléseiket. Önök ezt a javaslatot is leszavazták, ebben is a bankok oldalára álltak a kilakoltatással fenyegetett családok helyett. Mi azt mondtuk, hogy ne fordulhasson elő többet az a szégyen, hogyha már egyszer a magyar állam elnézte azt, hogy ilyen ügyletekkel családok tömegeit meg lehetett téveszteni, akkor utána különböző félbűnözői csoportok rátörik a házat idősekre, kisgyermekes családokra, beteg embereket, és földönfutóvá teszik őket. Mi azt mondtuk, hogy ezt a helyzetet fel kell számolni, erre a javaslatra a Fidesz-KDNP nemet mondott. Javasoltuk továbbá azt is januárban Vágó Gábor és Ercsei Katalin képviselőtársaimmal, hogy a polgári törvénykönyv feketén-fehéren mondja ki azt, hogy a jövőben tilos devizaalapú kölcsönszerződést kötni. Ezt javasoltuk, önök erre is nemet mondtak, a Fidesz-KDNP nemet mondott arra az LMP-s javaslatra, hogy legalább a jövőben ne lehessen ilyen típusú ügyleteket kötni. Igen, önök ebben is a bankok oldalára álltak, a bankokat támogatták, féltek attól, hogyha ilyen javaslat esetleg átmegy a kétharmados többségen, akkor esetleg a bankszövetség rossz szemmel fogja önöket nézni. Majd volt az a javaslatunk, és a mai törvényalkotási bizottsági vitában is ugye erről esett a legtöbb szó, hogy
ha már a bankok meg tudtak gazdagodni az elmúlt 10 évben, illetve egész pontosan 2001 után, hiszen ne felejtsük el, az egész devizahitel cirkusz még az első Orbán kormány hivatali idejének a végén kezdődött el, egy olyan kormányrendelettel, amit Orbán Viktor miniszterelnök jegyzett. Tehát miután 2001 után a bankok meg tudtak tollasodni a devizahitel ügyletekből, extra profitot tudtak szerezni. Ezek után nem járja az, hogy miután emberek tömegeit becsapták, utána egy egyszerű végrehajtási záradékkal ellátott közjegyzői jogirattal földön futóvá tesznek családokat. De tovább megyek, nem járja az, hogyha ilyen ügyletekkel becsaptak embereket, nem engedték, hogy a fogyasztó döntési helyzetben legyen, minden körülményét egy ilyen hitelszerződésnek mérlegelni tudja, akkor bármilyen vagyontárgyra közjegyzői jogirat alapján végrehajtást lehessen vezetni. Mi azt mondjuk, hogy ha már egy ilyen információs aszimmetria van a fogyasztó, az egyszerű polgár és a bankok között, akkor legyen mindig mindenütt biztosítva a bírói út. A Törvényalkotási Bizottság ülésén éppen Aracki képviselőtársunk hívta fel a figyelmet arra, hogy már van is egy EU-s irányelv, ami kötelezően előírja a bírói utat, van is egy EU-s irányelv, amely kötelezően előírja a bírói utat ilyen jellegű fogyasztói hitelszerződés esetén. Hiába ingatja Aracki képviselőtársam az ujját meg a fejét, ő maga mondta, jegyzőkönyvben van. Én nem is azt mondtam, hogy eddig mulasztott volna a kormány, bár mondhatnám ezt is, de ha már önök pontosan tudják, hogy van egy ilyen uniós irányelv, mi tartja önöket vissza attól, hogy ezt a módosító javaslatot, amit az LMP előterjesztett, elfogadják? Semmi egyebet nem mondunk, mint devizakölcsön szerződések esetén zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy embereket a bírói jogorvoslattól megfosszunk. Ennyit mondunk. Önök megint félnek attól, hogy a bankszövetség mit fog mondani, és újra a bankok oldalára állnak. Ez a helyzet. Itt világosan szint lehetett vallani, és önök szint is vallottak. A mi ajánlatunk arról szólt, hogyha egyszer pontosan tudjuk azt, hogy az ilyen típusú ügyletek milyen tragédiákat okoztak az elmúlt 13 évben, hogyha pontosan tudjuk azt, hogy családok tízezreit egész egyszerűen becsapták a pénzintézetek, akkor egész egyszerűen még végrehajtás alá von tárgyak között sem lehet különböztetni, függetlenül attól, hogy fogyasztási cikkre vagy ingatlanra vezetik a végrehajtás, a bírói utat, a bírói jogvédelmet biztosítani kell. Már csak azért is biztosítani kell a bírói jogvédelmet, hiszen az elmúlt években jó néhány olyan jogerős legfelsőbb bíróság, illetve kúriai döntés volt, amelyik éppenséggel a fogyasztók oldalára, az egyszerű emberek oldalára állt. Ráadásul az ilyen hitelügyletekkel kapcsolatban nem csak azok az érvényességi aggályok merülhetnek fel, amik egyébként a kúria, illetve az Alkotmánybíróság döntésében felmerültek. Sajnálatos módon a kúria azt már nem vizsgálta múlt év végén, hogy a deviza alapú hitelszerződések milyen viszonyban állnak a hitelintézeti törvényen. Tudnilik érvényességi aggály általános jelleggel az ilyen típusú szerződésekkel kapcsolatban nem csak a hagyományos PTK, illetve egyéb fogyasztóvédelmi szabályok kapcsán áll fent, hanem felvethető az is, hogy az ilyen típusú szerződések egész egyszerűen a mindenkori hitelintézeti törvény prudenciális szabályait sértik. Felvethető, hiszen a bank akkor, amikor dönt egy hitel kihelyezéséről, kölcsönt nyújt, meg kell vizsgálnia a potenciális adós teljesítőképességét. Egy olyan típusú hitelügyletnél, ahol nem lehet előre jósolni azt, hogy pontosan mekkora lesz az a tartozás, amit vissza kell fizetni 2, 10 vagy 15 vagy 20 év múlva, ott milyen alapon tudja a bank elvégezni ezt a biztosítéki vizsgálatot, milyen alapon tudja azt mondani, hogy adott esetben egy vagyontárgy, egy ingatlan elégséges fedezet a hitel kihelyezéshez. A polgári törvénykönyv mind a régi, mind pedig az új egyértelműen rendelkezik arról, hogy a jogszabályba ütköző szerződés semmis. Ha és amennyiben például a kúria kimondaná azt, hogy az ilyen típusú ügyletek sértik a hitelintézeti törvénynek a prudencia vizsgálatra vonatkozó szabályait, hiszen lehetetlen volt az ilyen devizalapú hitelszerződések megkötése előtt a banknak a teljesítő képességet megvizsgálni úgy, ahogy egyébként ezt a hitelintézeti törvény vagy a bank belső szabályzatok előírják, akkor azt gondolom, hogy a devizalapú hitelszerződések úgy, ahogy van, bedőlnek. Mondom, ezt a kérdést egész egyszerűen a kúria még meg sem vizsgálta. Ehhez képest most itt állunk, annyit kérünk,
hogy legalább a bírói utat biztosítsa a parlament azoknak az embereknek a számára, akiknek bedőlt a devizahitelük, és erre a Fidesz-KDNP most nemet mond. Nem többet kérünk, mint hogy ne lehessen közjegyzői okirat alapján, főleg közjegyzői okirat alapján mindenféle verőembereknek földönfutóvá tenni egyszerű családokat, idős embereket, kisgyermekes családokat. Ennyit kérünk, ennyit kértünk az elmúlt hónapokban is, erre önök nemet mondtak. A kilakoltatási moratórium önmagában nem elég, a kilakoltatási moratórium önmagában továbbra is otthagyja a bizonytalanságot ilyen Damoklész kardjaként a családok feje felett, hiszen nem lehet tudni, hogy ez a kilakoltatási moratórium mikor és milyen véget fog érni. Ráadásul azok, akiknek a végrehajtás nem a lakására vezetik, hanem más vagyontárgyukra, azok is ugyanolyan devizahitel károsultak, tehát az ő esetükben is legalább a bírói jogvédelmet biztosítani kellene, a bankok felé pedig meg kell tiltani azt, hogyha egyszer tisztességtelenül jártak el, akkor ezeket a követeléseket átrakják egy behajtó cégre, és ne kelljen szembesülniük azoknak az embereknek a tekintetével, akiket becsaptak. Éppen ezért magát az előterjesztést természetesen támogatni tudjuk, de rettenetesen kevés, mint ahogy rettenetesen kevés az, amit önök a devizahitel krízis kezelése érdekében az elmúlt 4 évben tettek, mert úgy tűnik, hogy ez a kormány és a Fidesz-KDNP kormány is jobban fél a bankoktól, a bankszövetség véleményétől, mint azoktól a tragédiáktól, amit ez a devizahitel krízis, aminek az indulása 2001 vége okozott Magyarországon. Köszönöm szépen!